az a célunk, hogy minél kisebbre csökkentsük a lehetséges fertőzés veszélyét. Ez a gyerekeknek nem okoz komoly gondot egyébként a szakemberek szerint, viszont ők haza tudják vinni, és a szülők, nagyszülőket meg tudják fertőzni. Ács Rezső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. A polgármestere a Rádió 1 szexádi stúdiójában ezen a héten arról beszélt, hogy a koronavírus járvány miatt több intézkedést kellett meghozniuk. A polgármesteri hivatalba a korábbi protokoll állt vissza, az oda betérőknek le kell fertőtleníteniük a kezüket és szájmaszkot kell húzniuk. Az önkormányzathoz tartozó óvodákban, bölcsödékben is szigorítottak a gyermekek beléptetésén hétfőtől, így mostantól az országos bevezetett szabályokon túl egyéb regulákat is be kell tartaniuk az érintett szülőknek és gyermekeiknek. A szülőkkel próbálják megértetni, hogy most ebben a helyzetben az óvoda udvaron kell elköszönni a gyerektől, és ott kell állni. Tehát zárt területre ne is menjenek be. Folyamatos a takarítás, folyamatos a fertőtlenítés. Fogjuk mérni minden nap a gyerekek lázát, fogunk kérni nyilatkozatokat, hogy jártak-e külföldön, mikor jártak. Ács Ezső a rádióban beszélt arról is, miként köszöntik a város új lakóit, hogyan támogatják a családokat a gyermekvállalásban. Ezt a törekvést, valamint a hagyományokhoz való ragaszkodás szimbolizálja az a babaváró zászló is, amit a múlt héten tűztek ki a városháza falára. Számos intézkedéssel segítik a szekszárdi családokat, amikről az előző ciklus idején még a korábbi közgyűlés döntött. Az egyik a 6-7-es korban elvégzendő ultrahangos vizsgálat, ez egy egyszerű költség, de a város mindenkitől átvállalja, aki igényli ezt. Azt vallom, hogy nem lehet pénzkérdés az, hogy valaki a saját gyerekének az egészségi állapota, vagy egyáltalán állapota felől megnyugodhasson, és a szükséges vizsgálatokat elvégeztesse, és ezzel ezt alátámasztja. Ez az egyik dolog, ez körülbelül 200 gyereket jelent évente egyébként. A szekszárdi önkormányzat 1 millió forintot költ erre a célra évente. Továbbá a város minden újszülött után adományoz a családnak egy 10 000 forintos kedvezményt, amivel a szülők be tudják szerezni a kezdőcsomagot. A városvezetés ezentúl egy kevésbé ismert kedvezményt is biztosít méghozzá azoknak a szülőknek, akiknek 3-as vagy 4-es ikreik születnek. Nekik egy évig fizetnek egy gondozónőt. Szekszárd polgármestere jövő héten is hallható lesz a Rádió 1 műsorán.